Nem túlzás, megrázta az országot a Víg Színház volt igazgatójának és volt főrendezőinek szexuális zaklatási ügye. Sárosdi Lilla színésznő indította el a lavinát egy rövid videó üzenettel, ami ezután történt, elképesztő hullámokat vert. Egymás után jelentkeztek hölgyek, akik elmesélték saját történetüket, nevezetesen, hogy Marton László hogyan zaklatta őket. Ezzel vezető téma lett Magyarországon a szexuális zaklatás és a hatalommal való visszaélés ügye. Békés és indulatos társadalmi viták bontakoztak ki, sokan megszólaltak. Török Réka kamerája előtt például olyan civilek, akiket borzalmasan megaláztak és megszégyenítettek. Most jön az elmúlt 10 nap krónikája, az áldozatok megrázó vallomásai, és jön a kérdés, ön szerint meg kell-e nevezni a szexuális zaklatókat? Ez velem most már lassan olyan 18-19 éve történt, és alapvetően sok időnek kellett eltenni ahhoz, hogy egyáltalán erről tudjak beszélni. Körülbelül 8 vagy 9 éves lehettem, amikor egyik nyáron családlátogatásra mentünk egy távoli rokonhoz. Nagyjából 99,9% az esélye, hogy nem fog úgy felnőni ma Magyarországon, főleg Budapesten egy lánygyerek, hogy valamiféle zaklatási forma őt ne érje. Miután az Oscar-díjas producer Harvey Weinstein zaklatási botránya kirobbant, nők 10 000-ei merik nyíltan felvállalni, leírni, elmesélni a saját történeteiket, amiket akár már évtizedek óta hurcolnak magukkal. Ágnes 20 évvel ezelőtt Angliában dolgozott és tanult egy évig. Babysitterkedett, pubban dolgozott és egy párhetes nyelviskolába is járt, élte a hétköznapi diákok életét. A nyelviskola végén volt egy buli, ahol mindenkit ismert, mindenki a csoporttársa volt. A bulinak vége lett, Ági pedig lekéste a buszt, amivel hazajuthatott volna. Taxira nem volt pénze. Az egyik csoporttársa felajánlotta neki, hogy hazaviszi, mondván úgy is itt lakik a közelben, csak haza kell szaladniuk a kocsi kulcsért. Semmi gyanús nem volt ebben, hiszen a fiút ismerte, haverok voltak. Egyszer csak már azon kaptam magam, hogy hiába mondtam, hogy induljunk el, vagy mikor indulunk, ez úgy mindig halogatva volt a válasz. És aztán egyszer csak úgy hozzátolt a falhoz, hogy akkor innen most még nem megyünk el egy darabig. És akkor jöttek a gondolatok, hogy ezt hogy... Tehát hogy tudsz ebből a helyzetből kijönni? Ben vagy egy lakásban, ami be van zárva, Londonnak olyan részén, ahol előtte soha nem jártam, pénz nincs nálam, taxit nem tudok hívni, telefonom talán addigra már le is merült, tehát hogy úgy... Egyedül vagy a semmi közepén, és két dolog járt az agyamban, hogy ha ellenállok, akkor valószínűleg megver. Azt azért lehetett látni, hogy erősebb, mint én, tehát e felé nem mertem elindulni. Vagy hagyom, hogy megtörténjen, amihez viszont nagyon nem volt kedvem. És akkor ott állsz, hogy most merre. És ez így nagyon kegyetlenül hangzik, de hogy az volt bennem, hogy ha elérem azt, hogy ő kielégüljön, akkor szabad az út. De nem engedem, hogy konkrétan belém hatoljon. Úgyhogy letérdeltem. És ebből a szempontból a stratégia működött, ha lehet így mondani, mert miután ő jól végezte dolgát, utána hirtelennyibe előkerült a kocsi kulcs, és meg volt oldva a hazamenetel. Senkinek nem tudott szólni, hiszen nem volt kint se a családja, se a barátai, se senkije. Teljesen egyedül kellett megküzdeni ezzel a borzasztó helyzettel. Az egy nagyon szomorú állapot ma Magyarországon, és nem csak Magyarországon, hogy van egyfajta előítélet, hogy ez kikkel történik meg. És én csak a magam nevébe tudom mondani, hogy én nem voltam kirívóan felöltözve. Nem volt rajtam miniszoknya, nem voltam kisminkelve, nem bátorítottam a srácot, nem voltam berúgva, nem voltam bedrogozva. Nem, és sorolhatnám az összes olyan sztereotípiát, ami abból adódik, hogy biztos valami okod lehetett, hogy oda mentél, igen, haza akartam jutni. Fölvállalom és kimondom ezt a nevet. Az illető Marton László, a Víg Színház egykori igazgatója, rendező és egyetemi tanár. Itthon Sárosdi Lilla bejelentése indította el az úgynevezett MeToo mozgalmat, miután elmondta, hogy a Víg Színház most már volt főrendezője, 20 évvel ezelőtt hogyan zaklatta őt. A Facebookon az utóbbi egy hétben rengetegen osztották meg történetüket. Ezekből most azokat mutatom meg, amelyekre engedélyt kaptam azoktól a nőktől, akiknek sokszor akár éveken keresztül át kellett élniük a mindennapos, sokszor már a zaklatáson is bőven túlmutató szörnyűségeket.
Borzasztó, de rengeteg az olyan eset, ami családon belül történik. Ez a lánya nevelő apjáról mesélt. Közölte velem, az az elmebeteg állat, hisz másnak nem mondható, csak rosszabb jelzőkkel életném meg. Hogyha nem fekszem le vele, akkor ő elhagy minket, utcára kerülünk majd anyuval. Vagy épp azzal is fenyegetett, hogy öngyilkos lesz, kiugrik a negyedikről és a többi. Megijedtem, nem tudtam, mit kellene tennem, így hát belekényszerített. Az egész dolog rendszeressé vált, sokszor mondtam neki, hogy én ezt nem akarom, és hagyjuk abba, de ő nem engedte, tovább terrorizált. Egészen addig, még anya el nem hagyta egy másik férfi miatt. 16 óra vajudás, szétvágott kijárat, 36 hét, de egészséges, él. Hozzájuk költöztem. A barátaimat elmartam előlem. Mobilom nem lehetett, mert összetörte mindet. Begyulladt a sebem, kb. Cselédnek voltam ott. Hiába kértem, hogy ne akarjon szexelni. Leszarta. Nem sikítottam, nem ellenkeztem, nem akartam, hogy felkeljen a kicsi. De nagyon sok színésznő él hasonlóan nehéz történetekkel, súlyos titkokkal, amiket nem mernek elmondani. Azt hiszitek mondjuk, hogy egy Tesco-ban, vagy bármelyik biztos, műsorban, persze, vagy persze, bármelyik hogy ilyen hivatalban, vagy hogy nem tudom, elmennek egy csapatépítő tréningre, ott a főnök nem dugja halálra a beosztottjait. Oroszlán Szonya a Facebookon fejtette ki véleményét. Én nem tudom kiírni a falamra, hogy me too, mert sosem éltem meg ilyesmit. Mindig is valahogy tudtam kezelni a helyzetet. Végtelenül egyszerű. Ha egy férfi tiszteletlenül közeledik és elkezdi a nyomulós dumát, ott kell hagyni, ahol van. A férfiak mondanak dolgokat, de nem kell meghallani. Bólogatni kell, hogy jól van, hallom, amit mondasz, de nem hallom meg. Az ember elmegy a helyszínről, befejezi a beszélgetést, mert ez nem tetszik. Nem csak Szonya írta le, hogy szerinte mit kell tenni egy szexuális zaklatás esetén, Semjén Zsolt a Magyar Nemzetnek osztotta meg gondolatait. A nőket az erőszaktól meg akarjuk védeni, és azt akarjuk, hogy egy nő nőként élhessen, és járhasson miniszoknyában, és kendő nélkül, és hogy mondjam, szabadon élhessen, mint nő, akkor a legfontosabb dolog az, hogy a migrációt megállítsuk, és ne engedjük azt, hogy a tömeges iszlám következtében a sária árnyékában is fenyegetésében kelljen élni a nőknek. Az áldozathibáztatás tényleg arra jó, hogy így ne kelljen igazából vele foglalkozni, mert hogyha hibás az áldozat, akkor olyan jól szőnyeg alá söpörhető, hogy jó, akkor ő majd másképp csinálja legközelebb, és nem történik vele ilyen, és nem a lényegre koncentrálunk. Most is azt feszegetjük, hogy mit tehetnek a nők. Noha alapvetően itt a fő kérdés, hogy mit tehetnek a férfiak azért, hogy ne váljanak elkövetővé. Itthon Sárosdi Lillához és Marton Lászlóhoz köthető a zaklatási botrány kirobbanása. A rendező először tagadta, majd nem sokkal később bocsánatot kért Lillától és mindenkitől, akiket megbántott. Idézem. Ezúton üzenem minden névvel vagy név nélkül megszólaló személynek, hogy bocsánatot kérek, ha olyat tettem vagy úgy viselkedtem, amivel megsértettem, nehéz helyzetbe hoztam őket. Tisztelettel kérem bocsánatkérésem elfogadását. Az ő nyilatkozatában, ami igencsak becsületére váljon és példaértékűnek tartom, és paradigmaváltó lehet a társadalom felé nézve, hogy ugye ő ezzel ezt üzente, tehát hogy sosem késő bocsánatot kérni egyrészt, de azt hozzá kell tennem, és muszáj, hogy pontosítsuk, hogy az, hogy ő azt írja, hogy közeledtem, tehát ez nem közeledés, tehát én nem akarom, és nagyon remélem, hogy a normális emberek azt, hogy egy 18 éves lánya beszáll egy autóba, és egy férfi feltérdel és odanyomja a nemi szervét, hogy puszíja meg, ezt nem közeledésnek hívjuk, hanem kényszernek. Nincsen olyan definíció a büntető törvénykönyvben, hogy szexuális zaklatás. Beszélünk zaklatásról, meg vannak a szexuális bűncselekmények, mint például a szexuális kényszerítés, szexuális erőszak, személyremsértés. De hogy itt az emberi jogi terminológia, meg a szűken vett jogi terminusok, azok nincsenek átfedésben. Jogi lehetőségből tehát nincs túl sok egyenlőre. A Patent Jogvédő Egyesület egyik képviselőjével arról beszélgetek, hogy kimozdulva a Marton ügyből, ez mégis mekkora társadalmi probléma. Hány nőt és férfit érint vagy érinthet? Illetve hol van a határ a szexuális zaklatás és az erőszak között? Ellenséges, megalázó környezet. Mindenfajta olyan típusú behatás, ami nem éri el azt a szintet, hogy
Hogy fizikailag is bántalmazás érje? Hogy súlyos bántalmazás érje, de természetesen van a szexuális zaklatásnak a fizikai formája, mert zaklatásnak hívjuk azt az esetet. Ha valaki a másik testéhez úgy nyúl hozzá, hogy az a célszemély számára nem kívánatos. Eddig sokan egyáltalán nem mertek beszélni a zaklatásokról, még a saját szüleiknek, barátaiknak sem. Ugyanis a nők elleni erőszaknak még mindig az az elsődleges reakciója, hogy valaki magában keresi a hibát, bűntudatot vagy szégyent érez. A felelősséget nem oda helyezi, ahova való az elkövetőre, hanem saját magára. Így a MeToo kampánynak az elsődleges pozitív hozadéka a tudatosodás lehet. Az, hogy az elszenvedők felismerjék, nem ők hibáztak. Kriszti telefonon mesélte el megrázó történetét. Ő a nevét és arcát nem szerette volna vállalni. Körülbelül 8 vagy 9 éves lehettem. Egyik nyáron családlátogatásra mentek Krisztiék egy távoli rokonhoz, aminek ő nagyon örült. Megérkeztek, és arra emlékszik, hogy egy telek volt, amin két ház volt. Az egyikben a konyha és a fürdőszoba, a másik házban meg a hálószoba. A lány szülei a konyha részen voltak, és átküldték Krisztit, hogy menjen át Józsi bácsihoz a másik szobába tévét nézni. Át is ment, és illedelmesen köszönt, majd leült az ágy szélére, és együtt nézték a tévét Józsi bácsival. Odaért is elkezdett fogdosni, hát elég furán éreztem, tudtam, hogy valami nem oké, de nem tudtam, hogy mit csináltam rosszul, vagy én csinálok rosszul valamit, vagy ez tök normális, és utána visszafeküdt az ágyra, és elővette a nemi szervét, és kérte, hogy simogassam meg. Erre én gyorsan felugrottam, és kirontam, és sírtam. A szüleinek akkor se, és azóta sem mesélte el, mi történt vele. Pedig talán ez az egyik legfontosabb, hogy merjünk beszélni. Az elfojtás, a megalázottság érzése, a félelem ugyanis olyan az egész életre kiható sérüléseket képes okozni, amelyeket feldolgozni talán sosem lehet. Maximum mélyen eltemetni magunkban. Rengeteg történetet elolvastam, és borzalmas volt azzal szembesülni, hogy hány olyan nő és férfi van, akik akár gyermekkoruktól kezdve magukban tartották ezeket a szörnyű sérelmeket. Ez az egész talán arra jó lehet, hogy végre megtanuljuk megérteni, de legfőképpen meghallgatni egymást. A heti naplóban Török Réka riportját látták. Ennyit tudunk eddig a pillanatig, ám vannak bennfentesek, akik határozottan állítják, hogy Marton László ügye nem egyedi eset, vannak még olyanok, akik igencsak izgulhatnak azért, hogy mikor és mi derülhet ki róluk. Talán éppen ezért is fontos a mostani társadalmi vita, és éppen ezért is fontos az önvéleménye. Mutatom a heti napló kérdését és a szavazás állását.